Én körülbelül a 80-as évek végétől, vagy a 90-es évek elejétől figyeltem tudatosan azt, hogy mit jelenítenek meg az akkori médiában. 90-ben vásároltunk egy videomagnót, ami akkor nagyon nagy dolognak számított, és rendszeresen elkezdtem, rögzíteni azokat a filmeket, műsorokat, amelyeket a televíziós csatornákon ugye közé de hát tudjuk azt, hogy akkor még sokkal kevesebb csatorna létezett, és hát ugye a, főként, hogyha a 80-as évekről beszélünk, akkor biztosan mások is visszaemlékeznek arra, hogy akkor valamilyen szempontból még Békeidő volt, hanem minden szempontból. És sokkal kevesebb műsor volt, azok is értékesek voltak. Nagyon értékes műsorokat közöltek, és azt is tudjuk, hogy már a vált a média, szerintem teljesen kifordult önmagából, úgy, ahogyan nagyon sok lélek. De menjünk vissza például a 80-as évekig. Ahogy mondtam, én tudatosan figyeltem már akkor is, hogy milyen műsorokat sugároznak. No, akkor még csak általános iskolás voltam, de tudtam azt, hogy később én a médiában szeretnék dolgozni. Akkor még nem tudtam talán azt, hogy méda névvel fogok alkotni. Ezt körülbelül olyan 18-19 éves koromban találtam ki, ami a 90-es évek vége fele történt. Tehát a 80-as években még nem sejtettem, hogy méda névvel alkotom majd, de azt tudtam, hogy a médiában fogok dolgozni, és hogy azért harcolok, idézőjelbe téve, hogy értékes műsorok kerüljenek terítékre, és hogy az embereket nem érgezzék felesleges információval, és olyan. Hát mondjuk úgy, hogy ismerettel, bár lehet, hogy én ezt nem mondanám annak, hanem olyan energiákkal, amelyeknek szerintem nem lenne helyük a médiában. Aztán 16 éves koromban jelentkeztem egy média. Iskolába, tanfolyamra, de most nem mesélem el az egész élettörténetemet, mert azt gondolom, hogy egyrészt már nagyon sokszor elmeséltem, másrészt pedig lehet, hogy nagyon sokan nem is kíváncsiak erre, tehát ezzel nem fogom untatni a hallgatókat. Az a lényeg, hogy már gyerekkorom óta tudatosan figyeltem azt, hogy milyen műsorokat lehet fellelni, és tudatosan készültem erre a vállalásra. Na most ö, tudom azt, hogy a 80-as években még nem volt annyi magamutogató művész, mint amennyi ma felelhető, és ezért is mondtam azt, hogy szerintem valamilyen szempontból békeidő volt. Szerencsére nekem nagyon sok VHS kazettám megmaradt, mert ahogy mondtam, körbelül a 80-as évek végétől, vagy a 90-as évek elejétől kezdtem el gyűjteni ezeket a produkciókat, és folyamatosan rögzítettem őket. Körülbelül 200 VHS kazettán van tele hazai alkotásokkal, amelyeket a mai napig is meg lehet nézni, meg lehet tekinteni, de tudjuk azt, hogy az interneten is nagyon sok retró felvétel található, amelyeket én nagyon-nagyon imádok, és persze magyar filmes kutató vagyok, több száz magyar filmet ismerek, és ezeket elemzem folyamatosan, a diplomamunkámat és a magyar filmművészetből írtam, tehát elég nagy ismeretem van, és végigkövettem azt a változást, ami ugye a 80-as évektől napjainkig történt, és nagyon nem fest jót, szépet ez a kép, Sajnos eljutottunk egy nagyon erős értékválságba, ami főként ugye a médiában lelhető fel. Na most én emlékszem még azokra, például a színművészekre, akikkel a 80-as években lehetett találkozni, akár színpadokon, akár ugye a filmek segítségével, és ide vehetjük a televíziós műsorokat, az újságokat, az újságcikkeket, és akár ugye a rádiós műsorokat, hiszen akkor nagyon-nagyon sokat hallgattuk például a rádiót is, hiszen akkor még nem volt internet. Úgyhogy nagyon-nagyon jól emlékszem arra például, hogy milyen bemondók voltak akkor, és hogy azok, akik valahogyan megnyilvánultak a médiában, ők milyen. Felkészültséggel voltak jelen. Szerintem nagyon-nagyon sokan egyet fognak érteni a következő gondolat sorral, hogy igen, régen sokkal kevesebb csatorna és műsor volt jelen, de ezek szerintem kivétel nélkül értéket közvetítettek, ugyanúgy, ahogyan az akkori televíziós szereplők, vagy akár újságírók, vagy beszélhetünk ugye a rádiós műsorvezetőkre, közreműködőkre, szakemberekre, és szerintem nagyon fontos most az a szó, amit kimondtam, mert nekem az a tapasztalatom, hogy annak idején csak és kizárólag szakemberek dolgozhattak a médiában, ami már már nem mondható el, vagy a mai állapotokról. Én azt látom, hogy sok esetben nagyon sok olyan úgymond amatőr, vagy akár dilettáns dolgozik a médiában, aki semmit nem ért ehhez a szakmához, sőt, sajnos nagyon összerondították ezt a képet, és azt is mondhatnám, hogy ezt a szakmát, mert ugye ez egy nagyon csodálatos szakma, amit ugyanúgy tanulni kell évekig, évtizedekig, de én azt látom, hogy ma főként olyan emberek dolgoznak a médiában, sajnos, akiknek nincs semmilyen képzettségük, csak ugatnak valamit, és most szándékosan mondtam ki ezt a szót, mert igen, én ezt látom, hogy nincs mögöttük tartalom, nincs mögöttük felkészültség, sem semmilyen tanulmány, csak egyszerűen megnyilvánulnak valahogyan a médiában. És ugye azt látjuk, hogy sajnos az interneten is elterjedtek azok a videók, ahol rengeteg önmutogató emberrel lehet találkozni, és igazából semmiről nem beszélnek, egyszerűen csak Feltűnési viszketegségük van, és az a lényeg számukra, hogy szerepeljenek. Megnyomnak egy gombot a telefonjukon, magára, vagy magukra irányítják a készüléket, vagy ezt az eszközt, és beszélnek, ha kell, ha nem. Sajnos nagyon sok uh, ilyen romlott állapottal lehet találkozni. Én nem győzöm uh, kiszűrni ezeket a tartalmakat, és tényleg uh, néha fogom a fejem, és nem értem azt, hogy hogyan juthattunk el idáig egy csodálatos korszakból, amelyben béke volt, érték volt, és nagyon fontos tartalmak mondani valók. A mai adásnak szerintem az lesz a címe, hogy Isten népszerűsítése. Biztos, hogy nagyon sok ember számára ez a cím furcsán fog hangzani. De nem baj, én akkor is ezt a címet fogom adni, mert szerintem az lenne a legfontosabb, és igazából én mindig is ezt tartottam a legfontosabbnak, hogy Isten gondolatait népszerűsítsük. Na most persze ebben nagyon sok minden beletartozik, és erről fogok beszélni, és arról, hogy én mit tapasztaltam eme átmenet során. És persze tudom azt, hogy vannak olyanok, akik nálam vagy nálunk fiatalabbak, és ők nem élték át például a 70-es, 80-as éveket, és akár még a 90-es éveket sem, tehát ők nem igazán tudják azt szerintem, hogy annó milyen világban éltünk, hogy mennyire más volt minden. Persze szerencsére, és ahogyan mondtam, nagyon sok filmet és alkotást fel lehet látni az interneten, és tudom azt, hogy a mai akár 10 és 20 évesek közül is, mennyien szeretik a retrós felvételeket, ugye hát nagyon sokan ezeket így hívják, úgyhogy mi már retrós emberkéknek számítunk, mondjuk ezt. Hát igen, mondhatjuk azt, hogy a 40 éve felettiek már ebbe a korcsoportba tartoznak, úgy, ahogyan én is. És Szerencsére azért valamennyire még ők is meg tudnak ismerkedni ezekkel a műsorokkal, vagy filmekkel, alkotásokkal, és igen, tudom azt, hogy milyen sokan kedvelik a korábbi korszakok úgymond produkcióit. És akár az alkotókat is, a művészeket, akik szerintem nagyon csodálatosak voltak nagyon nagy alázattal és tisztelettel végezték a dolgukat, úgy, ahogyan ma sokan nem. Sokat gondolkodtam azon, hogy kire lehetne ma azt mondani, hogy alázatos művész, azok közül, ugye, akik ma jelen vannak. Sajnos nagyon kevés nevet tudnék felsorolni, akik még megmaradtak olyannak, mint amilyenek voltak, akik nem szálltak el saját maguktól, nem lettek gőgösek, nem álltak be a sorba, akiket nem lehetett megvásárolni. Én azt látom, hogy a mai alkotók többségét meg lehetett vásárolni, sajnos, és elfelejtették azt, hogy milyen volt a korábbi korszakokban, vagy hogy ők milyenek voltak, és beálltak egy olyan sorba, ami szerintem nagyon nem szép és nem szerencsés de hát ugye ezt mindenki maga dönti el, hogy ő mit képvisel. Én úgy érzem, hogy nem adtam el magam, nem álltam be semmilyen sorba, és töretlenül viszem azt a munkát, amit én kiválasztottam, vagy amit a jó Isten kiválasztott számomra. Ma leírtam egy olyan gondolatiságot, hogy én azt gondolom, hogy szerintem soha nem önmagunkat kell megismertetni és előtérbe Helyezni, hanem Isten gondolatait, vagy mondjuk úgy, hogy a nagy egyetemesség gondolatait, érzéseit, információit, ismereteit, és ezeket kell népszerűsíteni. Tehát a mai adásnak ezért lesz ez a címe, mert igen, én azt gondolom, hogy celebből már van elég, de olyan alkotóból, aki alázatos, tisztelettudó és szerény, szerintem egyre kevesebb. Látom azt, hogy vannak olyan művészek, alkotók, vagy legalábbis olyanok, akik saját magukat annak nevezik, hogy minden áldott nap megosztanak önmagukról egy vagy több fotót. Számomra ez nagyon visszás és furcsa, és el is idegenít, mert én nem gondolom azt, hogy saját magunkat kellene sztárolni, de ezek az emberek azt gondolják, Hát nyilván minél több bevételre szeretnének szert tenni, egyrészt, másrészt pedig szerintem nagyon önimádók. Én azt gondolom, hogy a régebbi korszakokban nem nagyon beszélhettünk önimádatról, persze akkor is nyilván voltak olyan sztárok, akik valamilyen szempontból alűrökkel rendelkeztek, de sokkal kevesebben voltak, mint ma, és a többség nem ilyen volt. Tehát ez az arány szerintem totálisan megfordult, és míg mondjuk annak idején néhány százalékra lehetett azt mondani, igen, hogy lehetett rajtuk látni, akár mondjuk a színészeken, hogy hát igen, egy kicsit jobban szeretik saját magukat, a többség viszont szerintem nagyon alázatos volt, és nagyon nagy tudással rendelkeztek, hatalmas nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal. Magyarán profik voltak, Ma ez a hányados vagy arány teljesen megfordult, és ma sokkal többen vannak olyanok, akik nagyon sokat gondolnak saját magukról, de szerintem semmiféle tartalom nincs mögöttük, vagy valami kevés, és néhány százalékra lehet azt mondani, hogy alázatosak, tisztelettudók, tényleg a közönségért dolgoznak, és szerények, alázatosak minden mellett. Hát én azt gondolom, hogy őket úgy kell keresni, mint őt a szénakazalban, és nagyon-nagyon őszinte leszek, én ezért nem járok már sem mozikba, sem színházakba, sem semmilyen eseményre, meg rendezvényre már egy ideje, mert én nem nagyon látok olyan embereket, akikért én szívesen elmennék, tisztelet a kivételnek, persze, hogyan mondtam, tudnék mondani egy-kettőt, de az én tapasztalatom, és az én érzésem, és a gondolatiságom az az, hogy egyre kevesebben vannak. Igen, a korábbi nagy magyar színművészeket szívesen megnézném bárhol, és meg is nézem őket a fent maradt filmek keretében, de hát tudjuk nagyon jól, hogy sajnos közülük már nagyon sokan nem élnek. De ahogy mondtam, én igazából a maiak közül nem nagyon látok olyan alkotókat, akik, akik a szívemnek kedvesek. Igen, és én szerintem ez a legjobb szó. Persze fedezek fel azért olyanokat, akik nagyon csodálatos tevékenysége vannak jelen, és alázatosak, és nem adták el magukat, és nem akarnak állandóan szerepelni, és nem osztogatnak meg minden nap magukról egy vagy több fényképet, <laughs> pózolva, és az arcukat előtérbe nyomva, de szerintem ilyen nagyon kevés van manapság, és biztos, hogy ezzel a gondolatisággal is nagyon sokan egyet fognak érteni. Szóval én nem vagyok megvásárolható semmilyen szempontból, így sem, mint egy potenciális közönség tag, mondjuk így. Tehát belőlem biztos, hogy ezek a produkciók nem fognak megélni, mert míg mondjuk a 80-as, 90-es években, meg még talán az ezret forduló után nagyon sok ilyen rendezvényre és előadásra jártunk. Pont múltkor találtam meg ezeket a belépő jegyeket, úgy napjainkban már nem. Mivel én televíziós riporter is vagyok, ezért nagyon-nagyon sok ilyen rendezvényen, előadáson, megmozduláson forgattam. És nagyon-nagyon sok művészel készítettem interjút, tehát nagyon nagy a tapasztalatom és a rálátásom. Tehát én élőben szemtől szemben találkoztam nagyon-nagyon sok művészel, hiszen 20 évig interjúkat készítettem, riportfilmeket, és már akkor is figyeltem azt, hogy ki hogyan jelenik meg, és ki hogyan áll a mikrofon és a kamera elé. Találkoztam olyanokkal, igen, akik már akkor is nagyon nagyképűek voltak, én nem szerettem velük beszélgetni, és ha lehetett, akkor gyorsan le is kevertük ezeket a beszélgetéseket és felvételeket, és volt egy olyan intézmény, ahová nem szívesen jártam, most nem mondom meg, hogy melyik, mert ott általában nagyképű művészekkel lehetett találkozni, akik nagyon nagy művészek voltak. Persze lehet, hogy még azért olyan sok minden nem tettek le az asztalra, de Hát igen, voltak olyanok, akik nagyon gőgösek voltak, és nagyon meg akarták azt mondani, hogy, hogy ki hogyan gondolkodjon, mert természetesen ők mindig tudták a tutit. Igen. Tehát én már akkor sem szerettem 10-20 évvel ezelőtt azokat, akik nagyon fent hordták az orukat, hanem azokat, akik alázatosak voltak. És tudták azt, hogy nekünk itt mindig és kizárólag az isteni gondolatokat kell közvetíteni. Tudom azt is, hogy akik szerényebben alkotnak, dolgoznak, ők nem lesznek annyira népszerűek, mint azok, akik állandóan mutogatják magukat, például ugye az interneten. Hát manapság mindenkinek van már egy-egy profilja, oldala, ahol önmagáról oszthat meg bizonyos információkat, és akár képeket, fényképeket, videókat, filmeket. És igen, látom azt, hogy azért a legtöbb ilyen celeb, alkotó, de akár beszélhetünk hétköznapi emberről is, hogy mennyire szereti saját magát majmolni, és igen, nagyon lehet érezni azt, hogy az ő számukra csak az a fontos, hogy ők állandóan szerepeljenek, hogy nagyon sok nézőt és követőt vonzanak, és ezáltal nyilván sok bevételt, mert én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen ember akár azt is mondhatnám, hogy nem titkol célja ez. Szerintem ezt nagyon lehet érezni. Le sem tudják tagadni, magyarul. <laughs> Meg persze nagyon jól esik nekik, hogyha állandóan körbe lefetyelik őket, és minden nap szívecskéket, és... Valamiféle visszaigazolást közölnek feléjük. Hát számomra erre nincs szükség, és igazából én azt is szoktam mondani, hogy én annak örülök, hogyha békén hagynak, engem nem kell lájkolni, nem kell követni, nem kérem senkitől, hogy iratkozzanak fel a csatornámra, és nem is akarok szerepelni, mert nem ez a cél, és ezért is készítem így ezeket a felvételeket, adásokat, mert nem akarom saját magamat előtérbe nyomni. Én azt szeretném, hogyha ezek a gondolatok élnének, amelyek mindenképpen isteni ajándékok, adományok. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a gondolatokat az ember ajándékba kapja, és ezek biztosan a rendből, az isteni mintából származnak. Én próbálok valamilyen szempontból, alázattal, Jelen lenni, noha lehet, hogy nekem is voltak olyan korszakaim, sőt biztos, amikor velem is elszaladt az a bizonyos paci, <laughs> és lehet, hogy most is van egy-két olyan megnyilvánulás, amiről azt lehet érezni, hogy saját magamat akarom előtérbe nyomni, de hát azért én azt gondolom, és lehet azt azért látni, hogy nagyon-nagyon régóta nem osztogatok meg saját magamról olyan felvételeket, amelyek esetleg kompromitálható, Ak, mert, mert ahogyan mondtam, nem ez számít. Én nem akarom saját magamat előtérbe nyomni, sem az arcomat, mert ahogyan én mondtam, én azt szeretném, hogyha ezek a gondolatiságok élnének, és igen, számomra az a legfontosabb, hogy a rendet közvetítsük, magyarán az isteni elképzelést és is mintát. Hiszen én azt gondolom, hogy mindenképpen erre van szükség, főleg a mai elcelebesedett világunkban, ahol az emberek többsége, Saját magát helyezi előtérbe, és nem valamit, amire sokkal nagyobb szükség lenne. Hát ezért élünk a kaliúgában, ezért élünk egy ilyen nagyon elidegenedett korszakban, amiben nagyon nagy a gőg és a fölény, és a magamutogatás, az önimádat, és pontosan ezért kellene irányt váltani, és egy olyan valakinek a gondolatiságát közvetíteni, aki szerintem mindenkinél jobb. <laughs> Igen, hát ezt nyugodtan kimondhatjuk. Egyébként én minden egyes adásban ezt az érzést üdvözlöm, és minden egyes megnyilvánulásom során a rendet képviselem, és adom át a belőle származó gondolatokat, és én azt mondom, hogy én csak egy ilyen közvetítő vagyok. Hatalmas nagy megtisztelés az, hogy én közvetíthetem, vagy én is ezeket a gondolatiságokat hogy megkaptam ezt az ajándékot, és próbálok alázattal jelen lenni, és így dolgozni. Tehát a mai adásnak biztos, hogy valami ilyesmi címe lesz, hogy Isten népszerűsítése, vagy az Isteni minta népszerűsítése, mert szerintem erre lenne a legnagyobb szükség, és amúgy is azt gondolom, hogy a mai kor embere nyugalmat szeretne, akár olyat, amit például még a 70-es, 80-as években át lehetett élni, meg még a korábbi korszakokban, de hát ugye én abban még nem voltam jelen. Bár ez jó kérdés, ugye? Hát ebben a testben nem, de lehet, hogy egy másik testben jelen voltam, sőt, szerintem biztos. Erről elég sok emléken van, és biztos, hogy a művészvilágban dolgoztam, mert nagyon-nagyon sok művész ismerős számomra, akikkel biztos, hogy a korábbi testetöltéseimben is találkoztam, meg együtt is éltünk. Már akkor is elég erőteljesen működhettem eme közegben, úgy, ahogyan ugye, hogyan ugye már e, most is gyerekkorom óta, hiszen én 5-6 éves korom óta színpadokon dolgoztam, aztán pedig elég korán, tizen akárhány évesen már a médiában dolgoztam újságíróként, majd televíziósként, tehát mindig is a, művészek vettek körül, és ebben a közegben alkottam a mai napig természetesen, és a, Hát próbálom átadni így ezeket a gondolatokat, de hát nem mondom azt, hogy a mai világban ez nehezebb, bár lehet, hogy nehezebb, annyival másabb, hogy, hogy, nyilván, hogy nem ezekre a gondolatokra lesznek a leginkább kíváncsiak, tehát azért nekem nincsen olyan nagy nézettségem vagy hallgatóságom, mert, mert nem olyan témákkal foglalkozom azt tudjuk, és azt látjuk, hogy a, azért a celebeket, és azokat, akik hát értéktelenséget közvetítenek, őket sokkal többen követik, mert sajnos a mai emberek többsége erre kíváncsi. De ez nem baj, mármint az nem baj, hogy engem kevesen követnek, nekem bőven elég az, amennyien vannak. Igazából én nem is akarok többet, én nem akarok híres lenni, nem akarok népszerű lenni, nem akarok szerepelni, nem akarom magam előtérben nyomni, így is állandóan írogatnak nekem leveleket, amit én nem szeretek, és igazából én már nem válaszolok vissza senkinek, meg nem is nagyon olvasok el már ilyen megkereséseket, nem veszem fel ezeket a kapcsolatokat, mert, mert, mert nem hagynak békén. És én a nyugalmat szeretem, én nyugodtan szeretnék alkotni. Számomra az alkotási folyamat, mint olyan, nagyon szent, és én így is szeretnék megmaradni egy ilyen szent állapotban, ami azt jelenti, hogy az embernek alázattal kell működnie és dolgoznia, és visszavonultan, vagy visszavonultabban. Én a visszavonultságot nagyon-nagyon szeretem, egyre jobban, és lehet, hogy hát igen, az a tervem, hogy még inkább vissza fogok vonulni, de attól nagyon hatékonyan lehet alkotni, tehát ez a kétféle dolog szerintem nem zárja ki egymást, de, de ahogyan mondtam, én azt szeretem, ha békén hagynak, ha nem zaklatnak, és ha nem akarnak velem minden áron bizonyos kapcsolatokat kialakítani. Magyarán nekem nincs szükségem arra, hogy körbe rajongjanak, körbe ugráljanak, és hogy állandóan valamiféle visszaigazolást kapjak, sőt, sőt, megmondom őszintén, hogy akik ilyenek, hát azoktól hamar elbúcsúzom. Nagyon nem szeretem azokat, akik ilyen rajongó típusúak, és rajonganak különféle művészekért, emberekért. Én nem rajongok senkiért. De, rosszul mondom, de. <laughs> az Istenért. Igen, az isteni mintáért, a rendért. De emberekért nem, már nem. Lehet, hogy fiatalabb koromban ez még így volt, és igen, voltak olyan művészek, előadók, olyan jelenségek, amelyek, vagy akik. Nagyon megmozgattak, és azt is mondhatnám, hogy nagyon erősen ragaszkodtam és kapaszkodtam ezekbe a helyzetekbe, vagy akár emberekbe, de hála Istennek ez elmúlt, hát benőtt a fejem lágya, és azt gondolom, hogy egy idő után szerintem ezek az érzések így lecsillapodnak, hát bennem már bőven lecsillapodtak. De ezt mondjuk így az elmúlt egy-két év alatt vettem észre. Igen. Tehát ez a 40-es kor szerintem ilyen vízválasztó a szempontból, meg talán a 41 is. Erről be tudok számolni, mert ugye már 41 is elmúltam. Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után az ember már nagyon másképpen szemlél bizonyos dolgokat, és mivel van összehasonlítási alapom, és saját magamat is ismerem, és tudom azt, hogy mondjuk milyen voltam a 80-as években, a 90-es években, a 2000-es években, stb. stb. És azt is látom, hogy ki hogyan alkotott annó hogy ki hogyan változott meg, vagy sem, tehát így szerintem nagyon sokféle konzekvenciát le lehet vonni, és össze lehet így rakni a képet. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen Isten gondolatait kell közvetíteni, mert erre van szükség, mert nagyon jó lenne, ha újra békeidő lenne, és úgy lehetnénk jelen, hogy ezek a pozitív energiák élnének. Ma a pozitív energiáknak nagyon kevés hely és szerep jut, mert az emberek többsége nem ezeket az értékes megnyilvánulásokat közvetítik, hanem valami teljesen mást. És ezért mondtam azt, hogy sajnos nagyon negatívvá vált a média is, mint közeg, rengeteg megfélemlítő elem van benne, nagyon sok kosz, piszok, nagyon sok elértéktelenedett tartalom, és ez nagyon kihalta a mindennapokra, Szerintem úgy lehet túl élni ezeket a korszakokat, hogyha az ember egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mi van a médiában. Igen, hát mondjuk én ilyen ember vagyok, én nem követem ezt nyomon, nem érdekel, mert én pontosan tudom, hogy hogy működik, hiszen én is ebben a közegben dolgoztam húsz évig, tehát tudom azt, hogy hogyan másítják meg a híreket, a számadatokat, mindent. Tehát mindenki tulajdonképpen olyan adatokat közöl, meg azt mond, amit akar, és amihez érdeke fűződik, és ugye hát ez a legfontosabb most, amit kimondtam. Úgyhogy nagyon élesen át kell látni a szitán, hogy nagyon jól, és tudni azt, hogy ki mit jelenít meg, és miért, hogy mi, mi, milyen érdeke fűződik ezekhez az információkhoz. De hát én azt gondolom, hogy egy alázatos művész nem manipulál. Nem akar hírnevet, nem akar hatalmat, semmit nem akar, alkotni szeretne. Úgy jön én. Én csak és kizárólag alkotni szeretnék. Engem ezen kívül semmi más nem érdekel, és ugyan mondtam, azt szeretném, ha békén hagynának, és így vihetném tovább ezt a szent vállalást, mert gondolom azt, hogy ez egy szent vállalás egy ilyen nagyon meghitt kapcsolat Isten és ember között. És ha megszületik ez a meghitt kapcsolat, akkor szerintem az ember folyamatosan tudja áramoltatni ezeket az érzéseket, amelyek az isteni rendből és mintából származnak. Fantasztikus ezekkel az érzésekkel szerelmeskedni, mert ez tényleg egy ilyen fajta vállalás. Csodálatos, hogy minden nap érkeznek ezek a gondolatok, és minden nap át is tudom őket adni. Ahogyan mondtam, számomra ez a munka szent. Azzá vált, és nagyon sokat kellett küzdenem azért, hogy meg tudjam tartani ezt a vállalást, hogy senki ne tudjon ebbe belerondítani. Hát egyelőre még senkinek nem, senkinek nem sikerült, mert nem is hagytam, és ezek után meg pláne nem fogom. Tehát én folyamatosan védem ezt a mintát, és próbálom átörökíteni ezeket a gondolatokat. Szerintem nagyon jó így alkotni. Nagyon jó, amikor az ember szerényebb, visszahúzódóbb. Én nagyon sokat vagyok csendben, imádom a csendet. Szeretek, nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, egyedül alkotni, mert azt gondolom, hogy így válhat nagyon szenté ez a kapcsolat. Mivel, ahogyan mondtam, én ezeket az érzéseket már csak és kizárólag az Isteni minta felé áramoltatom, és onnan is fogadom el, nem bonyolódok bele semmilyen másfajta ügybe, mert így tudom megtartani ezt a munkát tisztán. És szerintem ez a legfontosabb, hogy ennek a munkának így kell működnie, nagyon tisztán, makulátlanul, és nagyon mély elköteleződéssel. Ha az ember elkötelezett és hűséges, akkor biztosan így alkot. De én azt látom, hogy a mai hát művészek, vagy mondjuk úgy, hogy celebek, más felé kötöttek egy ilyenfajta szerződést, vagy mással, egy olyan oldallal, ami hát nagyon erősen megmutatkozik ma, de én benne semmi szépséget, jóságot, humánumot, szeretetet, tiszteletet, alázatot, szerénységet nem találok. Szerintem ezen is el kell gondolkodni, hogy kik azok, akik még esetleg ezt közvetítik, hogy vannak olyan akár műsorvezetők, vagy ö, olyan megnyilvánulók, akik még ö, tényleg mély alázattal, és ugyanakkor hatalmas nagy profizmussal dolgoznak és alkotnak, akik nem fröcsögnek, akik nem ripacsok, akik ö, nem akarnak állandóan szerepelni és saját magukat mutogatni. Hát most mindenki mondjon ki magában legalább egy nevet hogy egy nevet, legalább egy nevet ki tudunk mondani, aki ilyen. És ugye beszélhetünk azokról, akik már nagyon régóta szerepelnek a médiában, hiszen vannak olyanok, akik 70-80 vagy akár 90 évesek, és akik a korábbi rendszerben is már ugye alkotók voltak, de én azt látom, hogy közülük is nagyon sokan eladták magát, és én egyébként ezt a színészeken is látom. Nagyon mély csalódás egyébként. Bár azt is mondom, hogy igazából én már semmi sem lepődök meg, és nem csalódok, mert, mert szerintem ez valamilyen szempontból várható volt, hogy ilyen sokan elfogják adni magukat, és hogy nem tudják megtartani önmagukat olyannak, mint amilyenek voltak. Igen, vannak olyan alkotók, akiket én régen még nagyon szerettem, mert alázatosak voltak, én ezt véltem felfedezni, értéket közvetítettek, úgy, ahogy a ma már nem és beálltak a sorba, és jó pénzért eladták magukat, vagy a hírnévért, vagy a két dolog az ugye, ugye nagyon sokszor összefügg, vagy mindenért, tehát nem számít már semmi igazából. Nagyon furcsa ez a dolog, és egyébként én azt is javaslom, hogy ezt mindenki kérdezze meg saját magától, aki alkot, hogy ő miért alkot, hogy ő mit szeretne elérni, hogy ő miért szerepel állandóan a médiában, vagy mondjuk te miért szerepelsz állandóan, hogy mi a célod ezzel a dologgal. És vállalással, hát ha annak lehet nevezni. Én azt látom, hogy nagyon sokan igazából csak egymás előtt, mutogatják saját magukat, és az a cél, igen, hogy, hogy még több követőt szerezzenek, de nem tudom, hogy ez miért jó. Szerintem nem jó. Nem jó, mert, mert békében kellene élni és alkotni, és úgy nem lehet, hogyha mondjuk állandóan zaklat valaki, és ha mondjuk nagyon-nagyon sok tekintet szegeződik rád, Szerintem elményülésben, csendben, egyedül létben, és egy picit megbújva lehet sokkal csodálatosabb alkotásokat létrehozni, mert akkor az ember tényleg valóban az alkotásra figyel, és arra, amit szeretne létrehozni, meg az Istenre, meg ezekre az érzésekre. Nem kifelé kell élni hanem befelé, de lehet, hogy ez most egy ilyen nagyon elcsépelt gondolatiság, mert lehet, hogy ezt már ezren kimondták előttem. Persze én is nagyon sokszor elmondtam már, de én nem kifelé alkotok. Nagyon remélem, hogy ezt azért valamilyen szempontból lehet érezni. Én az Isteni minta irányába közvetítem ezeket a gondolatokat, és tudom azt, hogy ez a fajta feladat, vagy megbízás, ajándék. Igen, ez egyfajta megbízás, de nagyon nem mindegy, hogy az embert kibízza meg, ugye? Hát ha az Isten, akkor szerintem mindig csodálatos érzéseket és gondolatokat adhatunk át, ha meg más különféle szervezetek, például, vagy cégek, hát akkor nem mindig. Mert ott mindig a profit szerzés a lényeg, itt nem. De, de itt is a profit szerzés a lényeg, csak itt a profit az más. Itt a profit a szeretet. A humánum, a jóság, a szerénység, az alázat, és az, hogy Isten gondolatait közvetítetjük, ezeket a, az energiákat. És itt nem a visszajelzés a profit. Itt nem az, hogy mennyien követnek. Nem az, hogy mennyien lihegnek körbe. Hanem az a minta, amiről én nagyon régóta beszélek, Történetesen 582. alkalommal. Tehát ezeket az energiákat kell népszerűsíteni. A szerénységet, az alázatot, mert erre van ma szükség. Mert ripacsból van elég. Rengetegen vannak, egyre többen vannak, sajnos. És ahogyan látom, egyre többen magukra irányítják a kamerát, ami szerintem nem jó. Mert nem mindenkinek van értékes mondani valója. És nem is mindenki képernyőre való, nem mindenki szimpatikus, nem mindenkinek van olyan energiája, megjelenése, amire van szükség lenne. Mert nagyon sokan közvetítenek negatív erőket, nagyon sok ember tenyérbe mászó, és tényleg csak az a lényeg, hogy állandóan mutogassák magukat. Én nagyon sajnálom a mai fiatalokat, hogy egy ilyen világban kell felnőniük. Nem lennék ma fiatal, az biztos. Örülök annak, hogy én még a korábbi rendszerben nőhettem fel, és megtapasztalhattam azt, hogy milyen volt az az időszak, milyen volt a békeidő, milyen volt az, amikor még értékes műsorokat lehetett látni. Nem sokat, de azok értékesek voltak. De szerintem nagyon nincs is többre szükség. Minek ennyi csatorna, minek ennyi ö, megnyilvánulási forma. Hát elárasztottak bennünket rengeteg-rengeteg haszontalan információval. Hát dömping van. Egyszerűen az ember alig tudja ezeket kiszűrni. Vagy például beszéljünk a reklámokról. Hát már lassan levegőt nem tudok úgy venni, hogy ne legyen előttem valamiféle reklám, promóció, hát nem győzöm őket írtani. És állandóan ott vannak, és állandóan a képenben lihegnek, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Hát igen, ilyenkor fogalmazodik meg bennem nagyon sokszor az, hogy lehet, hogy tényleg pontot teszek ennek az egésznek a végére, kiköltözöm az erdőbe, és lekapcsolom az internetet, kész pont, befejeztem, nem fogok vele foglalkozni. <laughs> Mert igen, lehet, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Hát mondjuk nekem tévén már körülbelül tíz éve nincsen, és nem is vagyok hajlandó a mai médiából táplálkozni. Egy percig sem egyetlen egy percig sem. Mert annyira káros, mert annyira elértéktelenedett, hogy, hogy szerintem nem szabad. Persze ez csak az én véleményem, nem kell ezt követni, én így élek. De én már nagyon régóta így élek, és a magazinomat is ezért hoztam létre, 12 évvel ezelőtt, hogy próbáljak olyan értékes műsorokat, gondolatokat átadni, amelyekre szerintem azért ma az embereknek igenis szüksége van, vagy lenne, de hát ezt még nem mindenki ismerte föl. Engem is sokan követnek, és sokan hallgatnak. És tudom azt, hogy mennyire örülnek ezeknek a gondolatiságoknak, mert, mert nem arról szólnak, mint amiről mondjuk ugye a mai médiában, átlagban vagy többségében. Szerintem nagyon sokan megcsömörlöttek a mai állapotoktól. És ahogyan mondtam, lehet, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha az ember teljesen kivonja magát ezekből a körökből, közegekből, hát úgy, ahogyan én is tettem. Mert talán így még el lehet érni azokat az állapotokat, érzéseket, amelyek annak idején velünk voltak, és ezért választottam a magyar filmművészetet, a kutatási, az egyik kutatási területem mi, mert én azt gondolom, hogy a korábbi hazai alkotások nagyon fontos értéket képviselnek. Úgy, ahogyan a maiakra már nem mindegyikre tudom ezt elmondani, tehát én azokat már nem követtem nyomon, amelyek ma készülnek. Hát, ahogyan mondtam, nem nagyon látok ma olyan alkotókat, akik számomra valamiféle meghittséget és nagyon mély profizmus jelentenének. Nem mondom, hogy nincsenek, de sokkal-sokkal kevesebben, mint egykor. És ez uh, sajnálatos, szerintem. De szerintem ez azért is van, mert, uh, mert nagyon sokan így döntöttek. Mert ez döntés kérdése hogy az ember hogyan van jelen, hogyan alkot, hogy mit mutat meg magából, vagy mit nem. Hogy számára mi a fontos? Saját maga, vagy az isteni elrendelés, az alázat, a szakmai felkészültség, mert igazából mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy tanuljon, hogy képezze saját magát, és vagy, és hogy mindemellett alázatos maradjon. Tehát ez döntés kérdése, de nagyon sokan nem így döntöttek, hanem beálltak a sorba, és kiszolgálják azt a közeget, ami, ami az önmutogatásról szól. Persze, ahogyan mondtam, ez az oldal, amit én képviselek, ez anyagilag nem kifizetődő. Nem annyira, mint, mint az az oldal, amit ma nagyon sokan képviselnek, hette, és nyilván, hogy ők a profit szerzés miatt teszik azt, amit tesznek. Ez az egyik, a másik saját maguk népszerűsítéséért, arra, hogy mindig porondon legyenek, hogy mindig ezeket az energiákat begyűjtsék. De itt van egy másik fajta forrás, ami, ami szerintem sokkal több maradandóságot ad, és sokkal bensőségesebb ez a közeg. Igen, én ezt érzem. Számomra sokkal jobb így jelen lenni, és így alkotni, és így vinni ezt a vállalást, mint, mint egy olyan állapotban, ami, amiben lehet, hogy az ember régen még részt vett, de mivel én rájöttem arra, hogy, hogy az nem vezet sehova, ezért én kiléptem, és elindítottam a saját programomat, a saját magazinomat, így. Hát ez százszázalékosan méd a projekt, mondjuk így, és ez így működik. És nagyon remélem, hogy továbbra is mindig és kizárólag az isteni gondolatokat tudom majd átadni ezekkel az eszközökkel, és ilyen hittel. Mert szerintem ehhez hit kell. Nagyobb, mély hit. Hogy az ember így tudjon lenni egy olyan világban, ami teljesen másról szól. A tartás az nagyon fontos. A tartás.